szerelem még gyerekkoromból fakad. Egyszer egy véletlen folytán videófelvételről ismerkedtem meg egy Jimi Hendrix nevű gitárossal, és azonnal bereszerettem mind a játékába, mind pedig magába a hangszerbe. És akkor így el is döntöttem, hogy életem hátra lévő részében ezzel szeretném foglalkozni. Ott valószínűleg Jimi Hendrix varázsa is nem maga a hangszer volt az elsődleges, viszont a későbbiekben szerintem a gitár egy csodálatos hangszer, tehát bárhova magával tudja vinni az ember, és egy egész zenekart meg lehet szólaltatni. Minden szólamot egyetlen gitár segítségével, és ez szerintem csodálatos. Épp ezt akartam kérdezni, hogy hálás hangszer? Nagyon hálás hangszer, igen. Akkor hálátlan, hogyha nem foglalkozik vele eleget az ember, akkor nem hajlandó úgy szólni, hogy ezt szeretnénk. Tinédzser koromban kezdtem el egyébként komolyan foglalkozni a gitározással. Ezután főként jazzt játszottam. Itt Miskolcon nőttem fel, tehát környékbeli helyeken léptem fel akkoriban egy trióval, a saját triómmal, és későbbiekben elköltöztem a fővárosba, a több lehetőség reményébe, és itt részt vettem komolyabb pop és rock produkciókba is, például Balási Betty és Varga Feri első lemezére írtam dalokat, szerepeltem koncert DVD-jükön is, a Tius Norma zenekarral jelentettünk meg legutóbb nagy kiadónál egy nagy lemezt, és egy évvel ezelőtt döntöttem úgy, hogy innentől kezdve szólóban fogok koncertezni egy akusztikus gitárral. Aki nem ismer, annak mit mondanál magadról? Hát ez nem annyira könnyű kérdés. Érdemes szerintem meghallgatni a játékomat, és akkor sok kérdésre rögtön választhat. Bármilyen korosztály jól tudja magát érezni egy ilyen koncerten, az egész fiatal tinédzser nemzedéktől egészen a nagypapákig mindenki talál számára megfelelő csemegét a dalok között, és a gitár az annyira mindenkihez képes szólni, hogy nagyon könnyen a szívébe zárja minden korosztály. Mert ezzel a hangszerrel nagyon könnyű barátokat szerezni egyrészt, tehát hogyha valaki nem is feltétlenül életcélként tekint a gitárra, hanem esetleg hobbiból, örömzenélésre használja otthon. Nagyon könnyű barátokat, társaságot szerezni. Ez csajozós hangszer? Csajozós hangszer, abszolút. Tehát fiatal fiúknak is, de lányoknak is. Nagyon, egy nagyon romantikus hangszer szerintem. Az első szóló akusztikus nagylemez májusra várható. Ezt követi majd egy lemezbemutató, nagyobb szabású lemezbemutató koncert és turné. És a jövő év folyamán szeretnék Németországba, illetve Nyugat-Európába több felé is játszani. De a környező országokban is lesznek koncertek, már szerveződőben van néhány szlovákiai koncert. Dunaszerdahelyen például. Mit gondolsz ma a zenéről egyébként? Ma, amikor mindenkinek a fülén ott lóg a mobiltelefon, az MP3-as zenék jönnek az internetről, csőstül.
Hát szerintem nagyon érdekes kérdés, nagyon telített a piac, tehát hihetetlen mennyiségű produkció van, ugye mivel nagyon könnyű az embereket elérni a zenével, az internet segítségével, ezért milliónyi zenekar és szólista és mindenféle zenei produkció van. Ebből a mezőnyből nehéz kiemelkedni. Most nagyon nagy változások mennek éppen most végbe a zeneiparban, tehát a régi nagy kiadók azok beleálltak a földbe, ugye tombol a zeneletöltés, igazából a művészek a pénzt azt nem feltétlenül lemezeladásokból termelik, hanem inkább a turnékból, a koncertezésből. Világszerte ugye nem egy világhírű előadó tette ingyen letölthetővé az albumát. És szerintem érdekes ebben a mezőnyben indulni, és ezekben a változó időkben részt venni. Mit gondolsz, hogyha Jimi Hendrix hazájában születsz, akkor ma hol tartanál? Valószínűleg épp ugyanitt, ahol most. Nem tudom egyébként. Nem tudom, ez nagyon nehéz kérdés.